kedves diákok, egészségesen, kipihenten, feltöltődve a nyári élményekkel. Úgy látom, csak az első osztályosok hiányoznak. Fogadjátok őket nagy szeretettel! Drága vakáció, a suli, a suli. Írók ezekre vár a kréta, a könyvek. Olvasókat remélnek, a padok elárulnának. S a füzetek sem akarnak üresen maradni. Isten veled, vakáció, vigyázz magadra, mert 10 hónap múlva megint nagy szükségünk lesz rád. Aztán majd időben küld ám el hozzánk a kis testvérédet, a téli és a tavaszi szünetet, ők is jó fejek, de a legjobb fej te maradsz mégis, kedves öreg nyári vakáció. Ti ötödikesek, ismét kicsik, azaz gólyák lesztek. Néhány nap alatt megismeritek az épületet, a tantermeket, a tanárokat, az új tantárgyakat. Kezdetben furcsa lesz, de aztán rátaláltok a felső tagozat titkára. Rendszeresen, óráról órára tanulni kell. Kedves elsősök! Biztosan régóta számolgattátok, hogy hány nap múlva kezdődik az iskola. Reggel izgatottan fogtátok meg iskolatáskátokat, szorítottátok anyukátok kezét. Ne féljetek, itt is vidáman telnek majd az órák, hiszen tanulás és játék váltja egymást. Fogadjatok szót a tanítónéninek, figyeljetek az órákon, gyakoroljatok sokat. Ha mindezt betartjátok, a télapónak már levelet tudtok írni, a karácsonyra kapott könyvet pedig már egyedül is el tudjátok olvasni. Most hallgassatok meg néhány jó tanácsot egy másodikas kislánytól. Figyeljetek csak! Itt az idő, kicsi gyermek, iskolánkban szépen köszöntelek. Itt az idő, kicsi gyermek, vedd magadhoz tollad, könyved. Ne félj és ne ijedj meg, a tanítók nem esznek meg. Este nézd meg a mesédet, holnapra készítsd elő könyveidet. Reggelente korán kelj, az iskolába tanulni kell. Tanulj szépen, játékosan, fejlődj, gyarapodj okosan. Kis játékodat elhozhatod, de ígérd meg, az órán nem mutogatod. Tanulj szépen, kitartással, bírj az írással, olvasással. Az idő múlását észre se veszed, már tudod számolni a 10-eseket. Szüleink, rokonaink, ismerőseink gyakran kérdezik tőlünk, hogy szeretünk-e iskolába járni. Erre a kérdésre bizony nehéz a válasz. Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnőtteket egyetlen dolog érdekli. Mindenki megkérdezi tőlem, aztán szeretsz-e iskolába járni? Én először azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt válaszoltam, az összecsapta a kezét, és egészen oda volt, hogy miért nem szeretek iskolába járni. Talán nem szeretem a tanítónénit. Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolába járni, csak azt, hogy nem tudom, mert ez az igazság. Amikor a tanítónéni olyat kérdez, amire senki sem tud felelni, csak én akkor szeretek iskolába járni. És akkor is szeretek iskolába járni, amikor a tanítónéni felemeli a füzetemet, és megmutatja a többieknek, hogy nézzétek, így kell ezt ügyesen megcsinálni. Amikor reggel csak az osztályban veszem észre, otthon felejtettem a könyvemet, akkor nem szeretek iskolába járni. Amikor olyan soká kell egy helyben ülni, és a lábam már zsibbadni kezd, és én elkezdek dobolni a pad alatt, és rám szólnak, na, akkor nem szeretek iskolába járni.
Szóval sokszor szeretek iskolába járni, de van, amikor nem szeretek. Kedves elsősök! Legyetek büszkék arra, hogy iskolások lettetek a János Somorjai Körzeti Általános Iskola tanulói. Magam és diáktársaim nevében kívánom, hogy érezzétek itt jól magatokat. Olyan sikeres, eredményes 8 évet kívánunk nektek, amellyel öregbítitek iskolánk hírnevét. Megkérem a 8-asokat, hogy tűzzék fel a jelvényt, amely azt igazolja, hogy itt tanultok. Viseljétek nagy örömmel! Kicsik és nagyok, kitartást, szorgalmat, jó tanulást mindenkinek. Kezdődjön hát az új tanév. Elsős leszek, akár hiszed, akár nem, nagyon jó az én kedvem. Tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép nagyon, sütkéreztem a napon. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskákkal versengve, úszkáltam a tengerbe. Homokváram összedült, a sárkányom elrepült. Nincs már minek maradnom, van helyettem más dolgom. Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás! Köszönjük meg a műsort a szeretőknek! Kedves kis elsősök! Biztos emlékeztek még arra a napra, amikor először léptétek át az óvoda küszöbét. Izgalommal, várakozással szemléltétek a sok játékot, idősebb társaitokat, az óvoda udvart. Az óvónénik, Dajka nénik kedvesen fogadtak benneteket, segítettek nektek abban, hogy hamar megszokjátok édesanyátok, édesapátok távollétét. Amíg ők dolgoztak, az óvónénik vigyáztak rátok. Most, hogy iskolások lettetek, tanítónénik segítenek nektek abban, hogy könnyen, gyorsan eligazodjatok a betűk, számok világában. A sok játékot felváltja a tanulás, már többet kell gondolkodni, írni, rajzolni. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy olyan tanítónénik segítenek nektek, foglalkoznak veletek, akik mellett észre sem veszitek, hogy már formáljátok a betűket, mondjátok a verseket. A két elsős tanítónéni Kőhegyiné, Jókuti Edit, Edit néni, illetve Sükösné Vitéz Katalin, Katin néni. Fogadjátok őket olyan szeretettel, ahogyan ők titeket. A felsőbb évesek talán egy kicsit szomorúbban jöttek ma reggel iskolába, hiszen nekik ma letelt a hosszú nyári szünet. Tudják, hogy vége az önfelett játéknak, szórakozásnak. Reggel korábban kell felkelni, meg kell felelni az iskola követelményeinek, otthon fel kell készülni a másnapi órákra. Az ötödikesek viszont hasonló helyzetben vannak, mint az elsős kisdiákok. Új környezet, más tanárok, új tantárgyak. Egyre növekvő követelmények, több feladat, több tanóra. Na de nem ijesztegetni akarlak benneteket, de tudnotok kell, hogy az átmenet az alsó és a felső tagozat között nehéz lehet annak, aki mindjárt az első napokban nem megfelelő intenzitással áll neki a munkának. Osztályfőnökeiteket, Jakabné Grülterész tanárnő és Bicó Zsolt tanár úr felé bizalommal fordulhattok, bármilyen gondotok van. Tisztelt szülők! A tanév az önök számára is elkezdődött. Nagy a felelősségük önöknek is abban, hogy gyermekük mindig pihenten, felkészülten érkezzenek az iskolába. Hogy a lehető legkevesebbet és csak a legszükségesebb esetben hiányozzanak a tanításról. Kérem önöket, érdeklődjenek gyermekük előmeneteléről bizalommal az osztályfőnöknél, szaktanárnál. Mi megfelelő alkalmat biztosítunk arra,
hogy információkat szerezhessenek kisfiúk, kislányok iskolai ténykedéséről. Higgyék el, nagyon fontos és megérjük. Kedves diák, kívánom nektek, hogy hasznosan töltsétek el itt nálunk az elkövetkező tanévet, hogy büszkék lehessenek rátok szüleitek, tanáraitok az évzáró ünnepségen és a ballagáson, hogy legalább olyan kiemelkedő eredményekről számolhassunk be, mint ahogy nyár elején tettük. Akik pedig évismétlésre kényszerülnek, azoknak azt kívánom, hogy mielőbb illeszkedjenek be új osztályukba, és ne kerüljenek még egyszer ugyanebbe a hibába. Ezennel a 2011-2012-es tanévet megnyitom.